Kocsis Balázs restaurátor illeszti vissza a helyére a pár nappal ezelőtt letört országalma keresztet. Így nézett ki az országalma az 1930-as években, a kereszt merőleges a főutcára. Az a fő nézet szerint. Igen. Most Kocsis Balázs restaurátor a keresztet ugyanígy helyezte vissza a helyére. Mint mondja, eredetileg az országalma avatásakor így állt a kereszt. A 90-es években rakták vissza másképp, nem tudni milyen megfontolásból. Ebben így volt, tehát egy ilyen... Ilyen iránya volt a keresztnek. A keresztet kedre virradó éjszaka törte le két fehérvári és egy pesti fiatal. A restaurátor három nap alatt javította ki a töréseket, és délelőtt visszaillesztette eredeti helyére a keresztet. Én már abban az állapotban találkoztam vele, amikor ugye, hát, autóból vették ki. Törötten és pár ilyen szilánkos hiány volt rajta. A törés alatt értem azt, hogy elvált, ketté vált a csapolásnál. Hát az, hogy onnan fölülről egy 3-4 méter magasból valamire esik egy kő, az pedig hát óhatatlanul sérül. Hogy ezeket kiegészítettem idáig, most pedig csak visszarakom. Mint utóbb kiderült, két fehérvári és egy budapesti fiatal volt a rongáló. Őket a rendőrség a rendelkezésre álló információk alapján még kett délután elfogta és kihallgatta. Mind a három fiatal kihallgatása megtörtént. A két 19 éves fiatalt, akiket szemben korábban még soha nem folyt büntetőeljárás, rongálás büntet elkövetésével gyanúsítja a Székesfehérvári rendőrkapitányság nyomozóosztálya, akik gyorsított eljárás keretén belül tervezik lefolytatni velük szemben a büntetőeljárást. Tettükért egyébként akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. Az okozott kárt 200 ezer forintban állapították meg. Arról, hogy mi lesz a fiatalok sorsa, az ügyészség határoz majd.